Én is nagy tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket, és elmondanám röviden, hogy kiket és hogyan keresünk ebben a programban, ugyanis az már elhangzott több esetben, hogy miben új ez a program, miben nyújt újat, miben szeretnénk valami mást nyújtani, mint eddig, és ezek közül a módszertani újdonság, az már több esetben elhangzott, ezt mutatnám be röviden. A munkacsoportunk tagjai már az előbb itt álltak fönn, úgyhogy nem mondom el ismét az ő nevüket, de megköszönném nektek innen is újfent, hogy eddig is együttműködtetek, és hogy ezután is még ebben együtt fogunk dolgozni. Elmondanám először, hogy milyen alapelvek mentén válogattuk ki ezeket a módszereket, hogyan építettük fel a struktúrát, mi volt az, ami vezérelt bennünket. Azt is elmondanám, hogy a mérésnek magának mi a helye ebben a programban, hiszen ez csak egy lépés, egy nagyon fontos lépés, de csak egy első lépés, és aztán pedig elmondanám, hogy pontosan miket is fogunk mérni, és ez a bizonyos nagy képességteszt, ez hogyan épül föl. Ugye egy kísérleti programról van szó, már ez is elhangzott, és igazából ennek a programnak a legelső lépése az, hogy kipróbáljuk ezeket a mérési és beválogatási módszereket, amelyekkel meg tudjuk keresni a kivételes kognitív képességű fiatalokat. Ez fog tulajdonképpen a következő néhány hónapban megtörténni. De utána, és a programnak a javarészét tulajdonképpen az az egy év fogja jelenteni, ami a ő támogatásukat fogja majd magában foglalni, és tulajdonképpen a programnak a végén mindenképpen fontos lesz majd meggondolnunk, átgondolnunk, hogy hogyan tudjuk a programot kiterjeszteni, továbbfejleszteni, vagy van-e valami további tennivalónk ezzel. Célcsoportjainkról már itt többen is mondtak néhány gondolatot, 10-19 évesek és a 20-29 évesek. Nem is akarnám itt ezeket nagyon részletesen ismertetni. Ami talán fontos, hogy a fiatalabbaknál a potenciált, a lehetőséget, a képességeket keressük, az idősebbeknél pedig már az eredményt, a teljesítményt, a produktivitást, tehát emiatt más a két korosztálynak a mérése és a keresése. Ha minden jól megy, akkor egy jó fél év múlva egy nagyon fontos eseményünk lesz majd a Magyar Tudományos Akadémián, ahol ezeket a fiatal tehetségeket ennek a közösség tagjaivá fogjuk felavatni. Reményeink szerint ez egy nagyon nagyszerű, ünnepélyes pillanat lesz majd. Amiről most beszélni fogok, az eddig tartó folyamat. Egy kitérés erejéig szeretném megemlíteni, hogy nem csak erre az idősebb korosztályra gondolunk, amikor a Templeton programban a tehetségeket keresünk, hanem egy kisebb kísérleti kipróbálás jelleggel egy olyan módszert is lefordítanánk és adaptálnánk, ami a későbbiekben sokat segíthet abban, hogy az 5-8 éves, az egészen kicsikék között is, és a hátrányos helyzetűekre is különösen odafigyelve és nagy tekintettel rájuk egy olyan módszert kipróbáljunk, ami a kreativitást és a jelentős képességeket jól tudja nekünk előrejelezni. És akkor nézzük most azt, hogy mik is a beválogatásunknak a módszertani alapelvei, miért ezeket a teszteket választottuk, amiket majd mindjárt ismertetek. Gyakorlatilag az Éva lényeg ezeket elmondta, hogy ugye speciális célcsoportot keresünk, az átütő kivételes kognitív képességeket, aminek tulajdonképpen az egyik jellemzője, hogy korán sem biztos, hogy csak az iskolai eredményességben nyilvánul ez meg. Tehát igazából fontos nekünk, hogy ne mondjuk az érdemjegyek vagy a versenyeredmények alapján keressünk, az egy másfajta keresési alapelv lenne. Nekünk itt most fontos volt, hogy a potenciált, a képességeket keressük, és mintán az egész országra kiterjedő mérésben gondolkodunk, ezért nagyon fontos lesz, hogy ezt a módszert alkalmazzuk. Amikor egy kb. Fél évvel ezelőtt leültünk, hogy akkor rakjuk egybe, hogy mit is akarnánk felhasználni, akkor tulajdonképpen volt egy néhány alapelv, ezek, amelyek mentén ki kellett alakítanunk a módszertani struktúrát. Az első ugye, hogy a kognitív, vagyis a gondolkodási, megismerési képességeket
akarjuk mérni, mégpedig valahogy nagyon komplexen. Tehát igyekeztünk arra, hogy ne csak egy területet emeljünk ki, hanem nagyon sokfélét, amelyek a lehető legjobban lefedik a kognitív képességeknek a struktúráját. Ugyanakkor azért ne legyen nagyon sok idő a gyerekeknek ezt kitölteni, tehát valami jó kompromisszumos megoldást tudjunk ebben találni. Kivételes és kiugró teljesítményeket keresünk, tehát ez nagyon fontos, hogy bármelyik területen kiemelkedő valaki, az egy nagyon fontos mutatója annak, hogy fontos lehetőség lesz abban, hogy őt be tudjuk válogatni. A nem kognitív területeket is feltérképezzük. Páskunék is itt majd, amikor a motivációs szekcióban erről beszél, akkor ezt jól meg fogja indokolni, hogy ez miért annyira nagyon fontos. Aztán azt is tudtuk, hogy sok embert akarunk elérni, tehát gyakorlatilag csak online módon tudjuk a mérést végigvinni, tehát az, hogy beültessünk valakiket termekbe, ez igazán ilyen nagy létszámmal nem kivitelezhető. Aztán ami egy nagy kihívás volt, hogy az életkorokban ugye 10-19 éves fiatalokról beszélünk itt most elsősorban, akiknél a nagy méréseket csináljuk, hogy hogyan tudjuk azt, hogy ugyanazt a tesztet töltsék ki mindannyian, tehát összehasonlíthatóak legyenek az eredmények, ugyanakkor hát mégiscsak ne érezzék a 10 évesek, hogy ők nagyon nem tudják, a 19 évesek meg ne tartsák nagyon könnyűnek a feladatokat, ugye ezt is ügyesen megoldottuk. Aztán az idői nyomás miatt azért azt is láttuk, hogy nem vadonatúj tesztekkel fogunk dolgozni, hanem olyanokkal, amelyeknek azért már egy alap típusa már létezett, és igazából azokat fejlesztettük tovább. Azt is gondoltuk mindenképpen, hogy ha lehet minél több intézményt bevonunk ebbe, amikor itt felálltunk, azért lehetett látni, hogy sok felől és sokféle tudással jöttünk így össze. És végül pedig, amit már Anikó is említett, ez a beválogatás, tehát hogy a fiatalokat, az ő szükségleteiket, igényeiket és a programnak a lehetőségét, ezt próbáljuk egybe illeszteni. Na, és akkor mit is fogunk pontosan mérni? Ezt röviden mondom, mert a szekcióban a felelősök, tesztfelelősök sokkal részletesebben tudják majd ezeket ismertetni. Erről már beszéltünk, hogy lesz egy első forduló, most a 10-19 éveseknek a vizsgálatában, ahol ezt a nagy képességtesztnek a kitöltését fogjuk tőlük kérni. Intelligencia, szókincs, probléma megoldó gondolkodás és munkamemória vizsgálatával. Aztán az ebben a legkiemelkedőbb teljesítmény nyújtó fiatalok tovább tudnak lépni egy második fordulóra, ahol már a nem kognitív területeknek a mérése fog megtörténni. Motiváció, kreativitás, érdeklődés és kitartás. És tulajdonképpen ez alapján kialakult profil alapján tudjuk majd őket beválogatni, és így programba beválogatott 200 főnek egy egyéni interjú keretében szeretnénk feltérképezni hát az egyéni igényeit, szükségleteit, hogy össze tudjuk állítani azt a programot, ami csak az övén. A másik korcsoportnál ez is elhangzott picit másképp lesz, ott gyakorlatilag egy fordulóban magában a vizsgálat során, a beválogatás során, erről már beszéltünk, és náluk is ugyanúgy meg fog történni az egyéni interjú, amely alapján az egyéni programokat el tudjuk készíteni. És akkor néhány gondolatban mindegyik tesztet bemutatnám, tényleg csak felvillantásképpen, és erről sokkal részletesebben majd lehet a konferencia végén hallani. Az első tesztünk egy intelligencia teszt, amely adaptivitása miatt igazán különleges. Erről a tesztről csak annyit kell tudni, hogy itt igyekeztünk azokat a képességeket, igyekszünk azokat felmérni, amelyek a korábbi ismerettektől alapvetően független logikai feladatok lesznek. A jól ismert Raven intelligencia teszthez hasonló feladatokkal fogunk itt dolgozni, amelyek a fluid intelligenciát mérik. Amit igazán érdekes, hogy ez adaptív, ami annyit jelent, hogy a feladatok nehézsége és a megadott válaszok helyessége alapján mindenkinek egy egyéni feladat sora lesz majd. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy van egy nagy-nagy adatbázis, feladat adatbázis, ahonnan tulajdonképpen a gép majd azokat a feladatokat fogja adni a teszt kitöltőjének, ami az ő addigi válaszainak a helyessége alapján a legoptimálisabbnak bizonyul. Ennek a nagy-nagy előnye, hogy nincsen nagyon hosszú feladatsor, mindenki körülbelül ugyanannyit fog kapni, nincsen megoldó kulcs, hiszen egyéni feladatok lesznek, tehát igazából egy nagyon egyénre szabott feladatsort fog mindenki kitölteni.
csak egy példa ebből, hogy lássák, hogy körülbelül hogy néz ki, gyorsan gondolja ki mindenki, hogy melyik az a megoldás, ami vajon a legjobb, vagyis hát nem a legjobb, hanem ami oda illik a kis kihagyott négyzetben. Remélem megvan mindenkinek, mert akkor megyünk tovább, mert van egy szekcióban ennél részletesebben, az időnk az nagyon megy. Szóval a másik egy ugyanilyen adaptív módon kialakított szókincs vizsgálat, amelynek annyi az érdekessége, hogy ez már a korábbi ismeretektől azért függő tudásra és képességre fog támaszkodni, a kristályos intelligenciára, szókincs vizsgálat gyakorlatilag, és a felépítése nagyon hasonló, mint az előző intelligencia tesznek, tehát az adaptív jelleg itt is érvényesül. Na jó, itt akkor kicsit több időt hagyok, fú, nem tudom, el lehet-e olvasni. Nem, pedig itt jobban látszik valahogy a kivetítőn. Ki kell választani azt a két szót, aminek egymáshoz a leghasonlóbb a jelentése. Fú, felolvasom. Nagyon kérdés. Radiátor, reaktor, pecsétviasz, harcos, közvetítő, fűtőtest, bemondó, krokodil és méhész. Na, nem tudom. Na, melyiket? A radiátor már jó lesz? Szerintem és a fűtőtest. Jó, na, ez akkor jó. Akkor ezen mindenki átment ezen a feladaton. Na, jön a harmadik, a probléma megoldó gondolkodás. Ezt a Szegedi Tudományi Egyetem oktatáselméleti kutatócsoportja és az ott kifejlesztett EDDIA rendszeren keresztül fogjuk megvizsgálni. Ez egy nagyon érdekes feladat, mert itt már a tudásnak az alkalmazása az, amit tulajdonképpen mérni fogunk tudni. Ami különlegeség az, hogy a PISA felméréseken is hasonló feladatok voltak. Megint csak egy kis ízelítő, de erről megint csak sokat fognak hallani hamarosan. Ez egy interaktív felület, egyébként most csak egy képet vetítek ki, ami tulajdonképpen egy olyan feladatnak a megoldása, hogy van három ilyen növényvédő szer, és a feladat az az, hogy a tököt az minél ízletesebbre és minél méretesebbre kell majd növeszteni, illetve különböző változóknak a kontrollálásával, amelyiket ott lehet majd húzogatni, tehát ez egy interaktív feladat, tulajdonképpen meg kell állapítani, hogy melyik növényvédő anyag pontosan milyen hatást is gyakorol a növényre, és akkor az ebből kialakuló kis elméletet és összefüggést kell majd oda felírniuk. Szóval ez már egy egészen komoly, gondolkodást igénylő feladat lesz majd. És még végül a munkamemória. No hát ez egy nagyon izgalmas feladat, mégpedig azért, mert nagyon erős koncentrálást kíván a gyerekektől, felnőttektől egyaránt. Figyelmi, emlékezeti funkciókat mér, és tulajdonképpen, talán mutatom is a feladatot, ennek a N-back vagy N-vissza feladatnak a segítségével fogjuk a munkamemóriát vizsgálni. Tulajdonképpen jönni fognak a betűk néhány másodpercenként, és ezeket meg kell jegyezni, ezeknek a sorrendjét, amennyire csak lehet, mert hogy a feladatban az instrukció majd fogja mondani, hogy le kell majd mindig nyomni akkora, rá kell klikkelni akkora betűre, amikor azt látjuk, hogy ugyanaz érkezik, ami egy, kettő vagy hárommal ezelőtt, tehát majd a feladat instrukciója ezt megadja, de ez egy nagyon intenzív koncentrálást igénylő feladat. Na, szóval ezekből látszik, hogy azért ez négy nagyon más, de mégis egymást nagyon kiegészítő terület, úgyhogy ezt fogjuk az első körben mérni. A másodikban pedig majd a motiváció és az érdeklődés feltérképezése történik majd meg. Itt csak röviden, mert ez még messze van, ez még odébb van, és erről is lehet majd sokkal bővebben hallani. Itt igazából próbáltuk a jelenlegi elfoglaltságok és szabadidős tevékenységek alapján az érdeklődést feltérképezni, a kitartást, a motivációval kapcsolatban egy ilyen motivációs profilt szeretnénk felállítani, tehát inkább itt is a minőséget, nem pedig a mennyiséget fogjuk keresni, és itt majd nagyon fontos lesz, amiben majd a segítségüket mindenképpen kérjük, hogy egy referencia személynek az ajánlása fontos lesz majd nekünk, ez sok esetben szerintem egy tanár lesz majd. Hopp, a kreativitás kimaradt, de akkor azt még akkor megemlítem, itt volt még benne, mert még lesz egy kreativitás tesztünk is,
amelyben tulajdonképpen a már jól ismert divergens gondolkodási mechanizmusokat fogjuk vizsgálni, szintén a Szegedi Tudomány Egyetem által kidolgozott e-dia rendszernek a használatával. Tehát összességében talán ez a kulcs fogalom ebben az egész módszertani és beválogatási folyamatban, hogy igyekeztünk nagyon sokféle képességet mérni, nagyon komplex módon megközelíteni, és így talán egy jó átfogó képet tudunk kapni a fiataloknak a képességeiről. És hát akkor most ezzel fejezem be, hogy mindenképpen várjuk Önöket abban a kis szekcióban, amiket választottak, mert ott sokkal részletesebben be tudják mutatni Önöknek a teszteknek a felelősei magukat a teszteket, úgyhogy várjuk akkor Önöket ott is. Köszönöm!